akár havi 17 ezer forinttal több maradhat egy átlagos két gyerekes családnál a tervezett adóváltozások miatt jövő évtől, hogy ez hogyan jön ki, és kik járnak a legjobban jövőre. Erről beszélgetünk Tóth Márk adószakértővel. Jó reggelt kívánok! Picit próbáljuk meg tényleg lehozni ezeket a számokat a hétköznapi emberek nyelvére és szintjére. Két gyermekes család. Nagyjából mennyit spórolhatnak havonta, évente az új tervezett adótörvénynek köszönhetően? Alapvetően annak a függvénye, hogy mennyi a jövedelmük. Ugye, nyilván. Ugye ez nyilván. Egy adókedvezmény, tehát ez adót kellene fizetni ahhoz, hogy ezeket a kedvezményeket érvényesítsük. Jelen pillanatban 2017-ben két gyermekes család esetén ez gyermekenként 15 ezer forint, azaz 30 ezer forint effektív adókedvezményt tudnak megspórolni. Tehát ez az, ami biztos. Ez idén, 2017-ben, és a tervezet szerint 2018-ban felemelkedik 17.500 per gyermekre, tehát 35 ezer lett. Elnézést, Lencsi, most elég abszolút, tehát szeretjük a kutyákat is. És nagyon érdekel az adókedvezmény. Így van. Tehát 17.500 per gyermek, tehát az azt jelenti, ugye, hogy 17.500-szor 2, az 33 ezer forint, egy-két, ha jól számolom, ugye nem 35 ezer forint, bocsánat. Igen. Itt a kutya megzavarta a készségemet. 35 ezer forint egy-két gyermekes családban az az effektív adókedvezményt, amit realizálni tudnak, és egyéb fogyasztásra tudnak költeni a családok. Tehát érdemes két gyermekes családként funkcionálni a jövőben is, sőt három gyermekesként is, hiszen a 33 ezer forint per gyermek, az a három gyermekes családban, az 2017-ben is és 2018 is él. Az egygyermekes családok esetében ez a 10 000 forint adókedvezmény ez bebetonozódott, tehát pillanatban is 17-ben is és 18-ban is 10 000 forint az effektív adókedvezmény. Ha abból indulunk ki, hogy 15% az SZIA, tehát a jövedelemadó, tehát akkor vissza tudjuk szorozni, durván 6,6-szorosa az a jövedelem, amit kell szereznünk ahhoz, hogy ezt az adókedvezményt, ugye mert 100-ban 15,6-szorosa meg tudjuk realizálni. Tehát három gyermek esetén ugye 100 000 forint, 99 000 forintos adókedvezmény, tehát majdnem 700 ezer forint bruttó jövedelemmel kell rendelkezni a családnak. Családi adókedvezmény, tehát bármelyik fél igényelheti ezt az adókedvezményt, ahhoz, hogy le tudják hívni ezt az összes adókedvezményt. Mi a cél? Tehát az a cél, hogy minél több hivatalos jövedelmet szerezzenek a családok, és azt gyermekekkel feltöltve a családokat adókedvezménnyel részesítsék. Tehát ez... Nagyságrendileg nem csináltak ilyen számítást, hogy mondjuk ez egy két gyerekes családnál mondjuk egy átlagfizetést illetően éves szinten mennyire tud kipörögni? Hát az átlagfizetés Magyarországon, Budapest és vidék ugye nagyon szakadék. Igen, az is Budapesten más. Igen, 200... tudom, ezek azért ilyen nagyon furcsa számok, amiről beszélni akarunk. Meglepő módon, hogy a budapesti átlagfizetés valahol 280 ezer körül konvergált, tehát hogy két főre vetítve az 560 ezer, tehát akár egy budapesti átlagcsalád három gyerekkel szinte maximálisan ki tudná használni ezt a lehetőséget. És ne felejtsük el, hogy ezen felül az adókedvezményen felül van egy kiegészítői adójárulékkedvezmény. Tehát akinek nem nyújt elég fedezetet az adója ennek a kedvezménynek az érvényesítésére, az a fizetendő járulékaiból a javára is tud jövedelmet szerezni. Tehát, hogy ezt az összeget meg tudja szerezni a gyermekei fenntartáshoz. Ugye egy konkrét családnál, hogyha hároman vannak, ugye 99 ezer forint, és a jövőben sok halhús fogyasztanak, akkor annak elmentek csökken ugye az áfája, ugye 27-5%-ra, akkor további ár is marad, vagy ilyen jövedelem marad a családoknak. Ezen mosolyogtam, hogy jövőre mindenki internetezni fog és halad fog. Egyébként ez egy szép új világ, igen. Így van, és ha étteremben járól 18 5% lesz jövőre az áfa tartalma. Egy picit a cégekről beszéljünk, még annyi időnk talán van, hogy a munkáltatói járulékok 2%-kal csökkennek. Ez oda kerülhet a dolgozókhoz? Elméletileg nem. Ugye ez nem csak a munkavállalót próbálják preferálni adózás szempontjából, a munkáltatót is. Ugye a cél mindig a versenyképesség és a fogyasztás fenntartása. Ez a két fő szempont. A fogyasztás ugye a családokon keresztül valósítja meg a kormány, a versenyképességet pedig a vállalkozásokon keresztül. Ugye tavaly 2016-ban 27% volt a szociális hozzájárulási adó, most 22, jövőre pedig 20% lesz. Ez egy jelentős differencia. De van ez a kisvállalati adó, a KIVA nevű adó, annak is gyakorlatilag jelen pillanatban 14, jövőre már 13%-os lesz az adókulcsa. Ezek nagyon kedvező adózási formák, és vannak az egyénvállalkozóknál a katások, amivel nem is tudom, 120 ezer körül van már, ami szintén egy nagyon kedvező adózási mód, bár ott sokan összekeverik azzal, hogy ugye önmagában egy munkavállalói jogviszony nem feltételez, hogy katás adózóvá váljak, és ezáltal több jövedelmet realizálják. Az is egy vállalkozási formát preferál, tehát a cél a gazdaság élénkítése, minél több vállalkozás menedzselje önmagát hatékonyan, és ezáltal a gazdaság növekedjön. Köszönjük szépen. Olyanok voltunk egyébként most, mint egy fakultatív matematika óra. Remélem, hogy így oda reggel sokan tudták követni. De köszönjük, nagyon sok mindent érintett. Köszönjük szépen.